Jó reggelt! Áldott napod! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi és szent nép! Isten népe, ébresztő! Halleluja, dicsőség Istennek! Áldott, győztes, sikeres, teljes, boldog... Fantasztikus, csodálatos napot kívánok mindannyiótoknak, drága testvéreim! Remélem, hogy fantasztikusan pihentetek, és telve vagytok kegyelemmel, és szeretettel, és örömmel. Én is így vagyok itt a mai napon veletek. Szeretlek titeket, mindannyiótokat, és örülök, hogy csatlakoztatok a mai napon is. Kriszpásztor mai üzenetének a címe, a betegség nem normális. A 3 János 1-2 azt mondja, szeretett barátom, Kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Időnként vannak olyan keresztjének vagy szolgálói az evangéliumnak, akik keményen dolgoznak az Úrért, de ugyanakkor gyengeségekkel, fájdalmakkal vagy betegségekkel küzdenek a testükben. Egyesek azt mondják, hogy normális megbetegedni, Elizeus profétára hivatkozva, aki bármilyen felkent is volt, betegen halt meg. Szintén hivatkoznak Epafroditusra, aki pállal dolgozott, az úriránt való buzgóságában komolyan megbetegedett és majdnem belehalt. Filippi 2.30. Ezért sokak számára a betegség normális. De nem, nem az. Először is sehol sem szerepel a Bibliában, hogy Elizeus vagy Epafroditus mintájára éljük az életünket. Jézus, ami példaképünk. Az, akit mi követünk, és a Bibliában az áll, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. 1 János 4.17 Ő sosem volt beteg. Jézus soha nem is lehetett volna. És hatalmat adott nekünk, hogy meggyógyítsuk a betegségeket és fájdalmakat. Pál az 1 Korintus 11. 1 ben azt mondta, legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. Nincs arról feljegyzés, hogy akár Pál, akár az apostolok valaha is betegek lettek volna, sőt, inkább ők gyógyították meg a betegeket. Olvas Pálról és Péterről az apostolok cselekedeteiben – Abcsel 19-11-12, Abcsel 5-15-16. Tanulmányozza a teljes hivatkozást. Kövesd Isten igéjét! Mintázd az életedet az Ige alapján, Krisztus után, és tanulj az ő hittel teljes nagy apostolaitól. Ők uralkodtak a világ elemei fölött, szóltak mindenféle betegséghez fájdalomhoz és gyengeséghez. Kiűzték az ördögöket, akik ezeket okozták az emberekben. Ez az az élet, amit Krisztusban kaptunk. Utasítsd vissza, hogy beteg legyél. Tarts ki a hit igéjében, amely felbuzdít téged Isten dolgaira és a Szent Szelem útjára. Elmélkedj Isten igényének igazságain, a Róma 8.11-ben ez áll. De ha annak a szellemel, akik bennetek, szeretem ezt az igét, de ha annak szellemel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halából, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halából, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Ez már megtörtént most, hogy Krisztus benned él. Ezért hát Fegyverkezz fel ezzel a látásmóddal, és uralkodj a betegség és gyengeség felett. Uralkodj e világ romlottsága, negativitása és megvesztegető hatásai fölött. Halleluja! Na, akkor nyissuk ki még az Abcsel 19-et. És olvassuk el azokat a hivatkozásokat, amiket javasolt nekünk Kriszpásztor én is kinyitom Istennek az igéjét. Abcsel 19, 11 és 12 azt mondja, és nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten pál keze által. Annyira, hogy a betegekhez is elvivék az ő testéről a keszkendőket vagy kötényeket, és eltávozzának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimentek belőlük. Dicsőség Istennek! Nézzük az abcsel 5, 15-16-ot. Azt mondja a 14-es, a hívők pedig mindinkább csatlakoztak az úrhoz, úgy férfiak, mint asszonyok sokasága. Ugyannyira, hogy az utcákra hozzák ki a betegeket, és letették az ágyakon és nyoszójákon, hogy az arra menő Péternek, figyelj, csak az árnyéka is érje valamelyiket közülük. És a szomszéd városok sokassága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan szellemektől gyötretteket, kik mind meggyógyultak. Tehát láthatjuk az Istennek a tervét a mi életünkkel kapcsolatban, az az, hogy Isteni egészségben tudjunk járni. És tudjátok, a hit, hit nemes harcát, azt meg kell harcolnunk. És valamikor vannak benne tünetek is. Tehát Kriszpásztor nem azt mondja, hogy nem lesznek vagy nem lehetnek tüneteink, betegség tüneteink. De azt mondja, hogy Isteni egészségben tudunk járni, és járhatunk. És ez benne van az üdvösségünk csomagjában, a, a Zói az Isten szerint Isteni élet. Amen. Az üdvösség csomagjában benne van a, 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 az, azban, hogy mi megtértünk átadtuk az életünket Istennek, akkor miénk lett az üdvösség. És az üdvösségben, a szódzóban benne van az egészség. Benne van, hogy egészséges tudsz lenni. Nem Isten akarata, hogy valaki beteg legyen. Valamikor Isten megenged egy időre bizonyos dolgokat. Lehet, igen. Több Isten emberénél láttuk, de kihozta őket, és győztesen továbbfutották a pályájukat. Isten ha nagy harcosai is. Harcoltak ők is, Kriszpásztor is valamikor harcolt betegséggel, de ő azt mondta akkor is a beteg ágyán, hogy ő egészséges. Megfogta és elhagyta a kortermet. Ennyit tett a, 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 abban a ruhában, amit ott adtak neki, és nem érdekelte ő. Ő ment tovább, és a mai napig is megy tovább. Ilyen hatalmas, hiteles ember. És ezek követendő példák, azt mondja, sokak, akik már elköltöztek, kövessük, azt mondja, nézzük meg az életük végét, és kövessük az ő hitüket. Nézd meg Kenneth Hegint, ahogy halálos ágyáról felkelt. Nézd meg Jongi uh, Csót, akinél a halálos betegséget diagnosztizáltak, és meggyógyult, és nézd meg Istennek az embereit, akik, akik komoly betegségekben harcoltak, és győztek, és győzelmet arattak, és Isteni egészségben éltek és azt mondja, 84 évesen azt mondja Kenneth hogy olyan egészséges vagyok, mint a, mint húzat, és teljesen bírom az életet, és telve vagyok erővel és kegyelemmel. Ez nyilatkozta, és azt mondja, hogy, hogy teljesen egészséges, teljesen jól van, nagyon fantasztikusan, és élettel telve volt. És ezek jó példák előttünk. kell az, hogy egészséges hitünk legyen, jó képünk legyen, és ez sokat fog segíteni nekünk, hiszem hogy Istennek nem az a célja, hogy betegségben éljünk, hanem az, hogy Isteni egészségben. Gyertek velem, és most pedig imádkozzunk, és mondutánam: utánam, Isten igazsága kijelentetett a szellemembe, és én e szerint járok. Annak a szelleme akik bennem, aki feltámasztotta Jézust a halából, és ő újra és újra Megelevenít engem. Ő a fizikai testem élete és egészsége. És az Úr megigazultsága megnyilvánul a testemben. Halleluja, dicsőség Istennek, és Ámen, Ámen és Ámen. Nagyon-nagyon örülök, hogy velem tartottatok, drága Isten népe, az Úr áldjon meg benneteket. Jó reggelt! Isten népe, ébresztünk! De sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!